A mai kultnegyedben interjút láthatnak Cselovszky Zoltánnal, az Iparművészeti Múzeum novemberben kinevezett megbízott főigazgatójával. Majd Manó Miltiádeszre, egy különleges és sokoldalú sportolóra, művészre emlékezünk. Végül felnőtt cirkuszba látogatunk, a Bakelit Multi Art Centerbe. Február 6-án múlt héten pénteken nyílt meg az Ősi Kína kincsei című kiállítás az Iparművészeti Múzeumban, amely közel 30 éves szünet után mutat be ismét Kínából érkezett régészeti és iparművészeti anyagokat Magyarországon. A több mint másfél száz tárgyat felvonultató kiállítás különlegességei a kínai császárságot megalapító császár sírját védelmező cseréphadsereg katonái, amikről felvételt nem lehetett készíteni, ezért csak fotón mutatjuk most meg. Élőben április 16-áig láthatják őket, ekkor zárul ugyanis majd a kiállítás. Azt viszont már meg tudjuk mutatni, hogyan elevenedik meg két jelentős kínai dinasztia, a Han és a Tang dinasztia élete. A Krisztus előtti második Krisztus utáni 3. századból, valamint a 7.-9. századból származó sírkerámiák révén megismerhetjük a kínai előkelők világát, hivatalnokokat és udvarhölgyeket, a selyemúton közlekedő karavánokat, valamint zenészeket és táncosokat. A harmadik részben többek között a buddhizmus művészetébe pillanthatunk be, majd a két utolsó dinasztia 14.-től 18. századig terjedő időszak udvari kultúrájával ismerkedhetünk meg. Az Ősi Kína kincsei című tárlaton részt vett Cselovszky Zoltán, az intézmény tavaly novemberben kinevezett főigazgatója is, akivel az Iparművészeti Múzeum jövőjéről és természetesen a már régóta tervezett felújításról is beszélgettünk. Amióta itt dolgozom, november 3-a óta, én úgy tekintem, mintha lenne egy pozitív döntés, és mi készítjük elő a rekonstrukciót. Ebbe beleértendő a Tétényi Kastélymúzeum, maga ez a főépület, és a Rád György villa is. Ugyanis ha egyszer megkérdezik, hogy hol tartunk az előkészítéssel, én azt szeretném mondani, hogy azzal már kész vagyunk. Egymás után készülnek el Budapesten és vidéken is az új, meg a rekonstruált intézmények. Úgyhogy ebből következik, hogy egész biztos, hogy nekünk is komoly esélyünk van. Én azt gondolom, hogy előbb nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy egy 21. századi iparművészeti múzeum hogy működik, tehát mi a mi jövőképünk, ezt kell, hogy támogassák, és ennek csak eszköze a rekonstrukció, meg csomó technológiai fejlesztés. Partnereket gyűjtünk, az Iparművészeti Egyetemmel közösen dolgozunk, a Design Terminállal közösen dolgozunk, a 9. kerületnek a főépítészével közösen dolgozunk. Nyilván az is számít, hogy ez a ház egy városi kontextusban hogyan helyezkedik el, egy forgalmas főút mellett, vagy egy izgalmas városi szövet, sétáló utca, bálna, egyebek. Tehát, hogy vegyük fel a kapcsolatot a közvetlen környezetünkkel, és legyünk egy barátságos hely, még a helyiek számára is. A kerület közéletébe be fogunk tudni kapcsolódni azzal, hogy mi is egy találkozási ponttá válunk, és a meglévő intézmények közötti kapcsolatban mi is be fogunk szállni. Még 2012. augusztusában mutatták be a múzeum által meghirdetett rekonstrukciós tervpályázatra beérkezett és ezek közül megvásárolt terveket. Nagyon jók a tervek, nagyon jó a tervezési program, ami alapján készült, tehát ez a legnagyobb szerencsénk, hogy az előkészítésnek egy jelentős szakasza már elkészült. Ez tesz minket versenyképessé. Óriási kiállítóterek lesznek, kinyitjuk a raktárakat, ez egy nagyon érdekes koncepció. Nagy múzeumshopot, jelentős méretű kávézót fogunk ide behozni, és mivel a mai múzeum technológiában az üvegcsarnok és a kapcsolódó galériák már nem a legoptimálisabb kiállító tér, ott vásárok, fesztiválok, rendezvények, a múzeum tematikájához illő dolgok egymás után fognak következni. Tehát egy picit
a performanszok, az események, az akciók irányába is el fogunk mozdulni. Ebben a kerületi iskolákra, a kulturális rendezvényekre számítunk. Nyilván a design területén nagyon fel fogunk erősödni, ez a design terminállal való kapcsolatunkból következik. Jó, ha mindenki tudja, hogy a nemzetközi porondon ezt az intézményt nagyon-nagyon magasan értékelik. Ebből következően évi 5-6 olyan külföldön készülő kiállításunk van, ami az egész világon a hírnevünket növeli. Tehát ez Tokiótól Stockholmig, New Yorkban, Mexikóban, nagyon sok helyen van. Olyan jelentős a gyűjtemény, hogy ez a munka, ez több mint a felét lefoglalja a szaktevékenységeknek. Szállítunk és csinálunk külföldön kiállításokat. Cselovszky Zoltánt a múzeum látogatottságáról is kérdeztük. Először is azt gondolom, hogy erősen javul, tehát 13-ban 45 ezer fő látogatta az intézmény, 14-ben már 60 ezer fölötti. Van egy optimális szám, ahol föl lehet menni jelenlegi paraméterekkel, ez olyan 150 ezer körülbelül. Mi más műfaj vagyunk, tehát a Szépművészeti Múzeum látogatottságát nem fogjuk elérni, ez sehol a világon nem így működik, ezért ezeket az akciókat szeretnénk megdöválni, tehát hogy eseményre jöjjenek, és ne csak a lábukkal, a kezükkel is látogassanak, tehát a digitális nyilvántartásunk, a honlapunk, a Facebook felületeink, ami mindig egyébként látogatót csinál, valós látogatót csinál. Miltiádesz egy igen izgalmas görög származású magyar polihisztor, sikeres sportoló és sokoldalú művész. Február 16-án lesz 80 éve, hogy elhunyt. Diószegi György Antal művelődéskutatóval beszélgettünk róla a Grupama Aréna előtti sasztobornál, mert hogy ez adja kötődését Ferencvároshoz. Amiért itt vagyunk most a Ferencvárosnak a stadionja előtt, ugye ez a sas, a zöld sas, a valamikor a zöld sas, Mannó Miltiádesz alkotása volt, 1928-ban találta ki ez a művész, hogy egy labdát tartó sast, mint jelképet a Ferencváros csapatának megrajzol. Ez egy fantasztikus jelképrendszer lett azóta, ugye a sas a napmadara, a turulmadár, a napmadár, a sasmadár, az égben nyúló teljesítmény. Azt üzeni a mai sportolóknak, ha sok energiát belefektetnek az edzésbe, testedzésbe, nagyon magas szintű eredményt érnek el, fölérnek a mennybe. És ha belegondolunk, hogy milyen egy gólöröm, hát a gólörömként pontosan ezt éli meg a játékos. És egyben gratulálok annak a művész úrnak, aki ezt a monumentális sast megálmodta ide, és tavaly felavatták, mert ez a sas bizony az egyik legszebb jelképe a magyar sportéletnek. Minden fradi szurkoló szereti, a zöld sasok megnevezés a csapatot épp úgy illeti, mint a szurkolókat. Jó vele azonosulni. Mannó Miltiádesz kapcsán azt fontos hangsúlyoznom, hogy egy pesti görög művészről van szó. Egy olyan kultúrát is bemutatok ezzel, ami nagyon izgalmas. Trianon után összesen mintegy 40 görög élt itt Pesten, a pesti görög egyházközség tagjai, az elődeik építették a Petőfi téri görög templomot. És ebből a görög közösségből többen a korabeli sportéletben jelen voltak. Rögtön egy nagy izgalmasságot elmondok Mannó Miltiádesz kapcsán, miért is kapta meg ezt a lehetőséget, hogy ő alkosson az FTC-nek ilyen jelképet. Malaki Mihály, Malaki János, Malaki Kosta. Három Malaki fiú, Malaki Mihály volt az egyik leghíresebb sportvezető a Ferencvárosban, Malaki Mihály és Mannó Miltiádesz és a többiek egy görög egyházközségbe tartoztak. Görög eredetű emberekről van szó, ez önmagában is izgalmas. Mannó Miltiádeszben egy magyar hazafit kell látni. Egy görög eredetű ember, aki magyar hazafiként a magyar sportért, a magyar hazáért, a magyar szellemi életért sokat tett. Ha megnézzük a pályaivét, egy olyan emberről beszélünk, aki szinte minden sportágban magyar bajnok volt. Elképesztő dimenzió. Kerékpározás, evezés, gyors korcsolya, ami azért nagyon speciális. Ha valaki elmegy a Városligeti műjégpályához, emléktáblán ott van a neve. Négyszeres magyar bajnok. Hihetetlen dolog. 1912-ben az olimpián van ott. Egy fantasztikus evezős 8-as tagjaként. A testvére is híres sportoló, Mannó Leonidas. Novák István írt egy nagyon jó cikket róla a labdarúgásban pár évtizeddel ezelőtt, MLS lapjában. Mannó Miltiádesz az első gólkirály. Fantasztikus. Sporttörténeti esemény.
olyan elkotó, olyan sportolói személyiség volt, ami ma is minta. Kívánom minden gyereknek, hogy rátaláljon erre az élményre, mert őszintén szóval, ami bennünk ég, tűz és tett vágy, na azok vagyunk mi. Hát Manu Miltiades bár csak 56 évig élt, teljesítette maradéktalan a feladatát. 1914-ben, a világháború előtt közvetlenül, itt a Ferencvárosnak a pályáján, Üli út 129 alatt volt egy francia-magyar mérkőzés. Nem tudták, hogy háború lesz pár hónappal később. Annak a plakátját Manu Miltiades rajzolta meg. Egyáltalán, hogy hogyan lett ő művész, az is izgalmas. A testvére Manu Leonidas segítette, Münchenben tanult, egy kiváló iskolában, nagyon jó szinten teljesített ott is a feladatait, egy közkedvelt ember volt, és a sportolóként rengeteg embert ismert, ezért a sportplakátoknak a megbízását ő kapta meg. Ezek a sportplakátok rendkívül kifejezőek, energikusak, bevonzák az embereket, egy külön művészeti ág ez. És nem csak sportoló volt művész, hanem huszártiszt is. Nagyon szeretem hangsúlyozni, az emberek keresik az élet értelmét, ha egy dolgot találunk, már az is nagy dolog. Ha Manu Miltiades csak sportoló, már önmagában fantasztikus. Az, hogy megalkott egy ilyen jelképet, ezzel örökte beírta magát a magyar sporttörténetbe. De huszártiszt az első világháborúban. Az egy másik bátorság, az egy másik kihívás. Olyan bátor huszártiszt, hogy többször meg is sebesül a csatákban. És milyen dimenzió van ennek is, hiszen 100 éve volt az első világháború. A Hadtörténeti Múzeum udvarán ott van az egyik gyönyörű emléktábla. Mert nem csak, hogy megvolt ő, mint huszártiszti teljesítmény az első világháborúban, hanem a bajtársaira emlékezve egy emlékművet is alkotott. És az emlékműre a saját versét is odaírta. Sportoló, művész, költő, huszártiszt. Édes Istenem, mi kell még ahhoz, hogy teljes életű embert mondjak? Azok vagyunk, amit teszünk az életünkben. És azok is vagyunk, akikre emlékezünk. Nagy emberekre azért jó emlékezni, mert tudunk velük azonosulni. Ha van mintakereső ember, az nagyon fontos, és ha van ehhez minta, mint Manu Miltiades, ez még inkább lényeges. Ő Patricia Pardo, hivatásos bohóc, aki Barcelonában az új cirkusz ismereteit tanítja az egyetemen. Előadásaiban pedig a színház és a cirkusz közötti átmenetet kutatja. A cirkuszról alkotott legújabb kortárs víziója Max Fandango. Ezt a darabot mutatta be társulatával a Bakelit Multi Art Centerben, ahol már nem először léptek fel. Bakelit Multi Art Center egy nagyon emberi hely, ami lehetőséget ad arra, hogy filozófikusan közelítse meg az ember a világot. Patricia hagyományos és kortárs cirkuszi élményeket kutatja. A célja, hogy parodizálva mutasson rá az emberi egocentrizmusra, gyengeségekre, szerencsétlenkedésekre és szociális egyenlőtlenségekre. Azért lett belőlem bohóc, mert amikor kipróbáltam magam az előadó művészeti ágakban, arra jöttem rá, hogy a bohóc technikák állnak hozzám a legközelebb. Ebben tudom leginkább kibontakoztatni magam. A színház és a cirkusz kapcsolata az előadásaimban leginkább úgy jelenik meg, hogy történetet, keretet ad a gegeknek. Tehát nem a klasszikus, cirkuszi esetlen tréfák, helyzetkomikumok jelennek meg, hanem a történetiségnek, a szövegeknek fontos szerepe van.
hoy vamos a ofrecer... Tradicionális valenciai színházi, cirkuszi és zenei elemekre épül ez a mostani előadásunk. Olyan, mint egy dal. Könyörgés a társadalmi igazságtalanságokról, egyenlőtlenségekről. Tele van humorral és érzelmekre ható dalokkal. A darab univerzális része például a bohóc mozgások, túlzások, akrobatikus elemek és a remény. Y la esperanza! A zene, ami tradicionális, és az előadás második felében a négy archetípus beszélgetése.